Köszönöm, hogy eljöttek, és itt technikailag úgy fogjuk bonyolítani a dolgot, hogy amikor beszélek, akkor fönn van a lámpa, amikor bejátszok egy kis videót, akkor meg leoltjuk, mert ezt fogjuk közvetíteni az amerikai magyar televízión New Yorkba, aminek ez egyúttal a fő témája. Tehát a fő témám az az, hogy az amerikai magyar televízió keletkezése és jelentősége a magyar nyelv őrzésében és ápolásában Amerikában. De számomra kettős jelentősége van ennek a rendkívüli konferenciának, és nagyon hálás vagyok, hogy ide meghívást kaptam. Elsősorban azért, mert én is magyar nyelvőrnek tekintem magam, Amerikában, mivel létrehoztam az első amerikai magyar televíziót, amely magyar nyelven zajlik, azóta is, és hát ebből most gyorsan bemutatnánk egy kis, csak a logót egy kicsit, hogy valami fogalom legyen róla. Ez a Facebook oldalunkról jön. Hol a hang? Nincs hang. Nincs rajta hang? Hát akkor elmondom, hogy micsoda. Amerikai Magyar Televízió. Ez most első Amerikai Magyar Televízió, jelenleg a hivatalos neve. Tudnélik, ez pontosan 41 évvel ezelőtt keletkezett, tehát évekkel azelőtt keletkezett, hogy egyáltalán a Duna Televíziót létrehozta a kedves barátunk Sára Sándor. És hát ilyen értelemben most már ugye évtizedek óta ez viszi a magyar nyelvet Amerikában, az éter hullámain. Jelenleg, hát több fázisa van, amin már végig fogunk menni egy kicsit. Ez jelenleg a Time Warner televíziónak a kábel adásán megy, a kulturális csatornán. Minden vasárnap délután 6 órakor látható, ami itt Budapesten pontosan éjfél, és hát természetesen kényelmetlen ezt nézni éjfélkor. Tehát nekünk van archívumunk is, és az archívumból, most megnézzük az archívumot egy pillanatra, onnan vissza lehet bármikor nézni a műsorokat. Látható az archívumból, itt az első tétel, menjünk vissza, egyúttal jelző, hogy miket csinálunk. Igen, itt látható, hogy kivel, tudnélik a jelenleg is a társam, akivel ez készül, Apatini Gyulával készítem, akinek az édesapja 50 évig csinálta az első amerikai magyar rádiót. Tehát most mi ketten csináljuk ezt több más munkatársal, például Floros Zoival, aki ott most épp a felvételt készíti az amerikai magyar tévének, és ő mind Amerikában, mind itt egyúttal velünk dolgozik, ezen kívül van még Kádár Monika, aki itt műsor, itt a budapesti részleg, ahol ő a Budapest TV-nél volt műsorvezető, és Angyal Zsuzsanna, aki ezt is készítette, ő a felelős a szociális médiáért, a Facebookon, stb. Ez a csapat készíti, vasárnap este 6 órakor, és a világ minden táján látható, tűnik, amikor az adás van, akkor egyúttal a csatorna, nem tudom, hogy mondják magyarul, de streaming a világhálón. Biztos bejött ez a szó is. Itt kint láttam az esztétika tanszéknek az egyik előadásán azt a kifejezést, a streaming, tehát én bátran használom ezt a kifejezést is. És ha nem tudják akkor megtekinteni, akkor lehet az archívumba válogatni. Miket csinálunk, menjünk egyen lejjebb. Itt van például, amikor magyar filmek jönnek ki, és a készítőik bemutatást nyernek Amerikába, ami nem kis dolog, mert nagyon kevés európai film tud betörni az amerikai piacra. Például ez az 1945 című filmnek a szerzői, akkor készítünk velük ott műsort, és propagáljuk a filmet, és ugyanezt tettük a montásban, talán látták is.
Enyedi Ildikóval, akinek a filmje ugye bejutott az 5 Oscar-díjra jelölt film közé, és csináltam én is vele kint egy interjút. A Netflix minket meghívott, hogy az Amerikai Magyar TV-ben ezt propagáljuk és mutassuk be. Úgyhogy én készítettem egy interjút a Ildikóval, akinek nagyon tetszett, hogy azt mondtam neki, hogy ezzel a gyönyörű filmelől számomra nem Enyedi Ildikó, hanem Egyedi Ildikó. Most a másik jelentősége annak, hogy ez a konferencia itt van, és erre én meghívást kaptam, az én számomra szívmelegítő és rendkívül fontos. Tudnélik, ez a bölcsészkarom van. Ugyan helyileg mi a Váci utcában voltunk akkor, de most már átköltözött ide jó ideje, de az intézmény ugyanaz. És én ennek az intézménynek vagyok a szellemi terméke. 1966-ban itt kaptam a diplomámat, és a doktori tanulmányomat is itt végeztem, és külön öröm számomra, hogy az esztétika tanszéken vagyunk, és hogy az egyik oszlopos tagja ennek, dr. Bárdos Judit eljött és megtisztelt minket. És hát ez azért is fontos, mert én akkor az első, hát a magyar szak régóta ment. Az egyik szakom a magyar volt, a másik viszont akkor indult elsőként, annak az volt a neve, hogy népművelés. Nem tudom, megvan-e, vagy nincs, átalakult, vagy megszűnt, fogalmam sincs róla. De akkor óriási ambícióval indult, és Maróti tanár úr, aki a tanszékvezetőnk volt, neki az álma az volt, hogy polihisztorokat képezzenek. Ennek következtében mi például itt a bölcsészkaron természettudományokból is vizsgáznunk kellett, méghozzá a legnagyobb akadémikusokkal. Neveket mondok, biztos jelenteni fog valamit nekem. Elméleti fizikából a Marx Györgynél kellett vizsgáznom. Szerves kémiát Erdei Grusz Tibor tanított, aki akkor volt az akadémia elnöke. Hát ilyen álmok voltak, hihetetlen. Tehát ilyen polihisztor képzés folyt, de szabadon választhattuk a fő témánkat. És én a filmet választottam fő témának, és ott olyan tanáraink voltak, hát ezek óriási nevek, Nemes Kürti István, Bíró Ivett, a Nemes Károly, filmtörténetet Magyar Bálint tanított nekünk, színháztörténetet a Hont Ferenc, tehát gyakorlatilag a magyar nyelv és kultúra óriásai tanítottak akkor minket itt, tehát egy egészen kivételes képzésben volt részem, és a szakdolgozatomat az audiovizuális nyelv elmélete volt, melyet aztán továbbfejlesztettem a doktori tanulmányom is. Ennek az a jelentősége, hogy én arra koncentráltam, hogy a verbális nyelvet, nyelvnek mi a viszonya a film és a televízió nyelvével, és végül is ez lett az életem programja, és ezen belül természetesen a magyar nyelv. Iskolai gyakorló gimnáziumomban egy másik nagy név, Bölcs István volt a gyakorló tanárom, akiből később a 168 óra társszerkesztője lett, és ő egy másik nagy névvel, Szabó Istvánné Gyürei Verával közösen megvalósították Balázs Béla álmát. Balázs Béla álma az volt, hogy hogyan lehetne a filmet ugyanolyan kötelező tantárgyát tenni, mint például a magyar nyelv és irodalom, vagy kémia, vagy fizika, vagy matematika. És ő nekik sikerült ezt bevezetni a magyar középiskolai oktatásba, mint kötelező tantárgyat. Na most jön egy nagyon érdekes dolog, ami a magyar nyelv és irodalom tanárokat érinti. Tudnék, minisztériumi rendelettel, akkor most 1966-67-ről beszélünk, minisztériumi rendelettel egyik napról a másikra kinevezték a magyar tanárokat, hogy ők a filmtanárok. Hát küldtek nekik mindenféle segédeszközt, meg munkafüzeteket, de nem tudtak a magyar tanárok egyik napról a másikra filmnyelv tanára, oktatták a magyar nyelvet, de a filmnyelvet nem tudták oktatni. Tehát válságba fulladt ez a kísérlet, és akkor én a filmkultúrában
lehoztam egy tanulmányt, aminek az volt a címe, hogy a televízió lehetőségei a filmoktatásban. És én akkor már az iskola televíziónál dolgoztam, és a minisztérium rögtön felismerte, hogy milyen fontos ez megmenteni ezt az oktatást, hogy egy külön költségvetést azonnal leutaltak az iskola tévének, hogy ez menjen tovább. Hát én összeraktam az egész tanmenetet, minden, megkaptuk a költségvetést, készen álltam arra, hogy menjen a dolog, de sajnos valami történt. Hát az történt, hogy az iskola televízió pártitkára beleszeretett ebbe, ő akarta kivinni az UNESCO-ba, mondván, hogy ő valósította meg Balázs Béla álmát, és a világon elsőként, amire büszkék lehetünk, elsőként Magyarországon volt egy kötelező filmoktatás az összes középiskolában. A terv az volt, hogy csinálunk 30 perces filmeket, a film a filmről, film a filmnyelvről, azt lejátsszák az összes iskolába a televízión, és aztán a fönnmaradó 15 percben a magyar tanár már tud beszélgetni arról, hogy mi zajlott. Hát ezzel megmentettük a filmoktatást, azonban én föllázadtam az ellen, hogy elsajátítsák a saját vállalkozásomat, mint felelőtlen ifjonc, lázadó. Erre az történt, hogy a szocializmusban példátlan módon én voltam az egyetlen és első, akit a magyar televízióban kirúgtak az állásában. És eltulajdonították ezt. Erre úgy döntöttem, hogy adios, és elhagytam az országot. Mi történt? A New York Egyetem felvett első doktorátus PhD tanfolyamára, és ott folytattam ezt, és akkor döbbentem rá, hogy amit írtam, az gyakorlatilag, anélkül, hogy tudtam volna ezt a kifejezést akkor még, az tulajdonképpen a magyar filmoktatásban a szemiotikát vezettem be, amiről én akkor nem tudtam, amikor kiérkeztem, akkor tudtam meg, hogy amikre én gondoltam, ugyanazt közölte a szemiotikának olyan óriásai, mint Christian Metz, mint Umberto Eco, Roland Barthes, és hát hirtelen, persze rengeteget kellett róluk olvasnom, miközben örömemre szolgált, hogy azt hallottam, hogy távozásom után a nagyon híres magyar filmművész, aki egyébként nekem általános iskolai pattársam volt, Bódi Gábor tovább vitte a filmesztétikát, és még 20 évig ment itt a magyar televízión, miközben én már kint voltam és dolgoztam kint a doktorátusomon, és ekkor jutottam arra a következtetésre, hogy a nyelvfilozófia talán a legfontosabb. Mivel az összes filozófiai kérdés és a gondolkodás maga is csak nyelvben fogalmazható meg. Hát nem fejeztem be a disszertációmat már megint, mert első európaiként felvételt nyertem az amerikai főiskolára, amerikai filmfőiskolára Hollywoodban, és hát én rögtön átmentem oda, viszont ott az történt, hogy készítettem egy filmet a világhírű operatőrrel, Vilmos Zsigmonddal, Oscar díjas. Azonban a film az Hegel filozófiájára épült, és nagyon hamar kiderült, hogy Hollywoodban nem lehet érvényesülni, hogyha Hegel filozófiájából akar valaki filmet csinálni. Az egyáltalán nem megy. Elég gyorsan ki is közösítettek ott, úgyhogy vissza kellett mennem New Yorkba. Ezt a független film atya, John Cassavetes, aki éppen ott volt, mint művész dolgozott a filmjén, azt mondta nekem, hogy ilyen gondolkodásmóddal nem lehet Hollywoodban érvényesülni, soha egy fillért nem fogok kapni semmire, és azt mondta, hogy go back east, young man, menj vissza keletre, édes fiam. Hát ezt meg is fogadtam, és visszamentem, és itt egy óriási változás zajlott akkor New Yorkban. Most már a 70-es évek derekáról beszél, végéről beszélünk. Ugyanis ott az egy olyan társadalmi fordulat állt be, hogy az olvasztó tégelyt fölváltotta a csodálatos mozaik.
Az olvasztó tégelyének az volt a társadalmi gyakorlata, hogy minden emigránstól elválták, hogy 100%-ig asszimilálódjon. Nem csak, hogy a nyelvet tanulja meg tökéletesen, de úgy beszéljen, úgy gondolkodjon, úgy viselkedjen, mint amerikai, és mint semmi más. A csodálatos mozaik, ami akkor kezdett bejönni, az azt jelentette, hogy ugyan elsősorban amerikaiak az emigránsok, de másodszorban nyugodtan ápolhatják, és még büszkék is lehetnek eredeti nemzeti hovatartozásukra, etnikai eredetükre. És ebből van a mozaik. Ennek következtében láttam, hogy elindultak televíziós adások a különböző nációkban, és láttam, hogy magyar adás nincsen. Beléptem az etnikai televízió szövetségbe, és elindítottam a magyar adást. Ez volt 1978. január 25-én volt az első műsorunk. Egy pillanatra megmutatnám a logót, hogy hogy nézett ki. Ez volt a bevezetője, ezt látták először az amerikai magyarok Amerikában, 1978. január 25-én. A műsor maga az a New York-i Fészek Művészklubnak a szilveszteri műsora volt, a világhírű operaénekes Karelli Gábor vezetésével. Nem ezt játsszuk, én csak lejátszom azt a logót, amivel látják, hogy ez volt, ezzel köszöntött be az amerikai magyar televízió 41 évvel ezelőtt. Hát ehhez viszont van hang, de nem hallom. Mosoly. Állítsuk le. Ja. Hát a csodálatos Kodály zenét, ugye, azt a kedves barátom Kodály Sárika külön engedélyével megkaptuk, hogy azt használhatjuk, és hát ez volt a beköszöntő logója minden egyes adásnak, és ezzel indult el Amerikában a magyar televízió. Ez egy kereskedelmi csatornán indult, aminek az volt ember, a Wumetco hálózat, amely Floridában volt a központjuk, és Orange városában, a New Jersey-ben kellett kimennünk a csatornához, és ott kellett fölvenni. Nem lehetett előre beadni az adásokat, mert akkor még nem volt videó, tehát a bejátszásokat, azokat filmről kellett bejátszani, ahogy a bemondók a különböző szegmenseket bevezették. A magyar hatóságok pillanatok alatt fölismerték ennek a jelentőségét, hogy van egy magyar nyelvű televízió Amerikában. A külügyminisztériumtól, a Hungarofilmtől azonnal meghívásokat kaptam, ide repültem, adtak vetítőtermet, kiválogathattam, milyen filmeket akarok játszani. A magyar sajtó óriási szimpátiával fogadta, az amerikai is. Például az amerikai külügyminisztérium saját magazinjának címlapján jelentünk meg, hogy milyen nagy dolog, hogy elindult egy most már egy magyar nyelvű adás, mert akkor erősen előmozdították ezt a nemzetiségi hovatartozásnak a bátorítását, és ennek a mozgalomnak a keretében sikerült ezt nekünk megvalósítani. Egy remek csapat állt össze, a romániai magyar televízió, a romániai magyar adás bemondónője, Simándi Zsuzsa lett a bemondónőnk, váltakozva feleségemmel, Vickó Gizellával. Pecsenke József, képzőművész, aki egyúttal a Jancsó filmek sztárja volt, ő is bemondó volt, Szántó András operatőr, valamint egy érdekes dolog, ezt a logót, amit láttak, ezt is ő készítette, az első vágónk, operatőrünk és szerkesztő, neve Kalamár Tamás, aki később itt rendkívül híres lett, mert ő lett az alapító producere a Barátok közt szappanopera sorozatnak, éppen minap beszélgettünk erről, és visszaidéztük ezt. Ő készítette ezt is, és szóval ilyen erőkből állt össze, valamint óriási mázlink volt, mert a Sony akkor kezdte bevezetni a hordozható videókat.
És minket beengedtek a laboratóriumba azért, mert két magyar mérnök, Nánási Szabolcs és Bitó Attila voltak a vezető mérnökök, és ott sütyiba nekünk ideadták azt a felszerelést, ami még ki se jött. Tehát ilyen előnyei voltak, kapcsolatai voltak az amerikai magyar tévének. Tehát minden nagyon pozitívnak tűnt, de sajnos az a helyzet, hogy támadások érték az amerikai magyar televíziót, méghozzá az emigráció, a magyar emigráció szélső jobboldali csoportjai részéről. Ezek azok, akik megtámadták a Carter kormányt és följelentették a legfelsőbb bíróságon, hogy megakadályozzák a magyar korona hazahozatalát, a magyar korona hazahozatalát, mert azt mondták, hogy a Szent Koronát maradjon csak ott, elzárva egy fiókba, de a kommunista Magyarországnak ne adják vissza. Hát ebből egy per lett, én írtam ebből egy forgatókönyvet, amit szerettem volna elkészíteni, amit viszont sajnos a koprodukcióban úgy volt, hogy Paul Newman játszotta volna Géza fejedelem szerepét, egy óriási film lett volna, de sajnos a magyar televízióban megint a pártcsoport megfúrta, mert azt mondták, hogy két probléma van. Egy, hangvétele a film forgatókönyvnek nagyon kalandos, olyan, mint a hollywoodi lenne. Hát erre azt írtam vissza, hogy úgy értik, hogy az a veszély fenyeget, hogy mindenhol megnéznék a világon? Hát itt vége is lett a tárgyalásnak, de még hozzáfűzték, hogy akkor volt ez 1980-ban, hogy a forgatókönyv bizonyos különbségeket tesz Szálasi és Horthy között, és ők ezt kikérik maguknak, mert ezek egyformák. Hát ez volt 80-ban, gondolom azóta más a helyzet. Ilyen okokból ez a film elmaradt, hát ami nagy kár, de más támadások is értek. A szélső jobboldali emigráns sajtó azzal vádolta meg a mi televíziónkat, hogy azok a mixált, jókai regényfeldolgozások, amiket a magyar televízió készített, és amit mi ott sugároztunk, azt írták szóról-szóra, hogy hát azért valahol ezek mégiscsak a budapesti kommunista televízióba készültek ezek a regényfeldolgozások. Hát ez hihetetlen volt, de ilyen támadások értek sajnos bennünket, és ez eldurult egészen odáig, hogy ismeretlen tettesek tűzbombát dobtak be hozzánk a lakásunkba és a raktárunkba. 6 perc alatt leégett az emelet, és feleségem és a kisgyerekem épp hogy kiszöktek az utolsó pillanatban. Tehát azt kell mondanom, hogy Amerikában magyar televíziót csinálni, vagy magyar nyelvőrnek lenni nem volt olyan egyszerű feladat. Tehát ez már a múlté. Ezután jött egy 10 éves szünet, mert én rögtön abba hagytam a televíziót, miután a bomba merénylet után, a tűzbomba merénylet után, azonnal abba hagytam a televíziót, és elkezdtem amerikai egyetemi tanári pályámat inkább, és mellette egyúttal egy egész más koncepcióból mozdítottam előre a magyar nyelv és irodalom terjesztését, és ez pedig angolul. És szeretném arra fölhívni a figyelmet, hogy én szerintem a magyar nyelv óriásainak terjesztése, például angol nyelven, az lehet olyan fontos, mint magának az eredeti nyelvnek a fenntartása. Hát mik történtek ezen a vonalon? Az első volt az, hogy az amerikai költészet óriásával, Allen Ginsberggel készítettem egy videót, amivel elindult egy új műfaj, ami érdekes lehet a téma szempontjából ma is. Ezeket úgy hívták, hogy költészeti zenei videók. Ez azt jelentette, hogy megzenésített költeményeket vizualizáltunk. És ezt csináltam az ő költeményével, ami Apa halál bluesnak lehet, amit ő akkor komponált a repülőn, amikor repült az édesapjának a ravatalára. És nekem azt mondta a Ginsberg, hogy miért vagyok én ennyire körülvéve magyarokkal? Tudnék, Őrsi István barátja épp nála lakott. Ezt a megzenésített verset a magyar hobó együttesen vette föl,
És azt mondja, most itt van egy magyar számozású rendező, az meg ebből akar videót, tehát teljesen körül vagyok véve a magyarokkal, mi folyik itten. Ez egy érdekes élmény volt, és elég fontos volt, megnyertük vele az Amerikai Filmfesztivál első díját 1984-ben. Majd pedig ezt a metódust továbbfejlesztettem két magyar vonatkozású filmben. Az egyik volt a Radnóti Miklósról készítettünk amerikai sztárokkal játékfilmet, a magyar televízióval koprodukcióban, íme a megtekintő. Amerikai sztárral készült, Chris Sarandon, Oscar-díjra jelölt amerikai színész játszott a Radnó szerepét, és a Radnotiné szerepét pedig René Sutendik, aki akkor Európa három leghíresebb filmszínésznője közé tartozott. És hát érdekes, vegyes fogadtatása volt a filmnek a magyar sajtóban, volt, aki mellé állt, volt, aki támadott, azzal támadtak meg minket, hogy azt mondták, hogy hát itt Amerikából ide jönnek, és elveszik a lehetőséget egy magyar Radnóti filmtől. Hozzáteszem, hogy sem előtte, sem azóta nem készült Radnóti játékfilm.